Hölgyeim és uraim, az M2 Petőfi TV-n, az akusztik színpadán, Bogi! Yeah.
Köszönjük szépen! Hát most jelent meg Bogi 3 címmel a harmadik nagylemezem, nagylemezünk, amit közösen készítettünk a mögöttem látható zenész kollégákkal, kivéve Hámori Máté, Deli Domonkot is és Sapszonósolya, de az összes többiek nagyon jelentősen kivették a részüket a hangszerelésekből, úgyhogy a mai akusztikra leginkább ebből a harmadik lemezből csemegésztünk, a másodikból és az elsőből is. Az egyik kedvenc dalunk pedig a Végtelen, Szakonyi Milán hangszerelte, fogadjátok sok szeretettel. Nézd a végtelen,
Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen! 2016. december 30-án megszületett a kislányom, úgy hívják, hogy Lenke. És hát Lenke nagyon sok változást hozott az életembe. Rengeteg olyan döntést meghoztam ez alatt a röpke 9 hónap alatt, amiket évekig halogattam is. És úgy érzem, hogy nagyon jó döntések születtek. De hát ennél is fontosabb, hogy született egy nagyon szép dal, amit neki írtam. Az a címe, hogy Érkezem. Fogadjátok sok szeretettel! Érkezem ma éjjel, érkezem, érkezem te hozzád, érkezem, érkezem ma éjjel, érkezem, érkezem te hozzád, érkezem, érkezem ma éjjel, érkezem, érkezem te hozzád, érkezem, érkezem ma éjjel, érkezem, érkezem te hozzád, érkezem. Érzem, hogy az élet plén vár valaki rá, testem.
Nagyon szépen köszönjük. Ennek az akusztik sorozatnak az egyik védjegye, hogy az aktuális zenekar mindig hoz egy feldolgozás dalt. Mi az LGT-től választottunk egy karácsonyi dalt. Az a címe, hogyha eljönnek az angyalok, és fogadjátok nagyon sok szeretettel. Thank you.
és kértem, hogy múljon a nyár, szerelembe is estem, pedig nem vágytam rá, elbújtam és vártam, egyedül néztem bátran, tavi rózsából ittam az égkék szamát, megcsillan, megvillan, eltűnik, elillan, suvanó szellő fújja a felhőt tovább. Fénybe burkolt éjfél,
Köszönjük szépen! Hallott már valaki valaha életében elektromos csellót? De azokat kérdezem, akik még nem voltak Bogi koncerten. Hallottatok már elektromos csellót? Mert én nem ismerek zenekart, csak az Infusion Triót, amiben ez a hangszer muzsikál. Úgyhogy hát Miska itt mindenfélét varázsol ezzel a hangszerrel, hangszínekről hangszínekre vált. Fel is veszi magát néha, de a következő dalban egy nagyon-nagyon jó grúvat álmodott meg, az a címe, hogy nem kell bántani. Oh,
következő dalnak az a címe, hogy Kacaj, és amikor elkezdtem először énekelni életemben, akkor bekerültem egy country zenekarba, legelőször egy country zenekarban énekeltem, és az a műfaj nagy hatást tett rám. Ebből egy kicsit belecsempésztünk ebbe a dalba, nem mondom, hogy 100%-ig country dalt fogtok hallani, de egy nagyon aranyos, szerelmes, szakítós dalt, Kacaj. Nézek, nem mondjál semmit, nem mondjál.
Köszönjük szépen! Szépen köszönjük! Parfümök, százai, virágok, álmaim, édes kis kesernyés, méz, édes felejtés, rózsa és leander, karcsú kis üveggel, ó, elkábít!
Köszönjük szépen! Van egy dal, amit a végére hagytunk. Ez egy nagyon szép békehimnusz. És el kell, hogy mondjam, hogy ez a három ember, akik ott az emelvényen ülnek, ezek mind énekelték velem ezt a dalt 2015-ben a Dal című műsorban, ahol meg is nyertük azt a műsort akkor együtt. Olyan csodálatos energiák repkedtek ott, hogy sikerült ezzel a szép egyszerű dallal megnyernünk egy ilyen versenyt. És most is nagyon boldog vagyok, hogy itt vagytok, meg hogy együtt muzsikálhatunk mind a mai napig. Nektek pedig azt kívánom, hogy amíg ezt a dalt hallgatjátok, most már biztos így átjárt titeket ez a koncert, de most a dal alatt még jobban egy kicsit mélyüljetek el. Ha jól esik, csukjátok be a szemeteket, ha jól esik, hagyjatok kint minden gondolatot ott az ajtó mögött. És remélem, hogy mi hamarabb találkozunk. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Do you know our earth is a mess? All the world's for nothing, it never ends. Everybody deserves a chance. All the souls, can you hear?
Köszönjük szépen!